Felfedeztem 10 plusz ritka Minecraft seedet. Például itt van ez. Egy óriási völgy, aminek a közepén van egy tó, és a bejáratával szembe itt egy hatalmas vízesés. Kicsit kiébrepülve pedig így néz ki. És ez mind a spawnon van. A mai videóban 15 ilyen seedet fogok megmutatni. Köszönjük lesz a tökéletes kezdés világ, a vízi szörnysziget, a biom szakadék, és még egy olyan seedem is van, hogy sok sikert, bro. Ugyebár ez volt a videó első seedje, de vajon melyik lesz a legjobb? Nézzük meg. Itt is vagyok a második seedemen, ami a kocka sziget nevet kapta, és nem nehéz kitalálni, valószínűleg ez egy kocka alakú sziget, amúgy elég jól néz ki. Mert nézzétek meg, itt ilyen szép zöld dzsungel van, itt egy ilyen elrohadt, nem tudom milyen baj, itt meg egy sivatag, és ez a három tök jól néz ki egybe, és most ha végigmegyek a szélén, aha, nagyjából tényleg olyan, mint egy kocka, de ezen nagyon jó lehet ilyen bármilyen challenge-et tartani, mit tudom én, hogy nem szabad lejönni a szigetről, mert igazából itt mindent megtalálnak, van fa, falusiak, több kell egyáltalán. Itt is vagyok a tökéletes kezdés seeden. Nem tudom, hogy játszottatok-e már az új frissítéssel, de ugye bejöttek ezek a trial chamberök, amik adják az új fegyvert a játékba, viszont ezeket amúgy elég nehéz megtalálni, csak így random. Úgyhogy azért tökéletes ez a seed, mivel itt, hogyha leszpónolsz, itt van egyből egy falu, az tök jó, mert fel tudsz ugye szerelkezni, van itt egy nether portál, és pillagerezni is tudsz, mert ott egy pillager outpost. Itt a legfelső szobától felrepülök, de ha kipróbáljátok ezt a seedet, ezen a ponton kell leástatok. Hozzám képes, hogy ott a pillager outpost, a nether portál, itt leástok, és már ki is próbáltjátok az új építményt. Kis aranyos volt az előző seed, viszont ami itt van, az a ikerszigetek. Ezt a nevet kapta, hát igen, kettő sziget, és egyébként tök menő, hogy mind a kettő más színű, itt meg ilyen új, itt ilyen eventet lehetne tartani, hogy mit tudom én, 50 vs 50 ember, itt van 50 ember, meg ott van 50 ember, és akkor így harcolnak. Nehogy egyszer megcsináljam videóba. Amúgy nekem tetszik, ebbe van fantázia, csomó mindent lehet itt csinálni, meg hát ugye nyilvánvalóan bázisokat is tök szépeket lehet csinálni, ide mondjuk felhúzni egy jó nagy kastélyt, és az tökéletes lenne, mert innen be lehet látni mindent, ide egy hatalmas hidat, na jó, ezt a fantáziátok bízom, most megnézzük a következőt. Na jó, ez nagyon durva ez a sziget, ez a vízi szörny sziget. Mert nézzétek meg, itt vagyok az óceán közepén, és itt egy random sziget, ami olyan, mintha épp most jött volna ki a földből egy ilyen óriás szörny. És hogyha felrepülök, látjátok, ott vannak, mintha fogai lennének. Kicsit arrébb repülök, konkrétan bele lehet menni a szájába, hát ez nagyon menő. És amúgy belül is tök jól néz ki. Ide is amúgy megint azt mondom, hogy egy nagyon jó bázis lehetne építeni. Innen meg úgy néz ki, mintha egy ilyen gonosz béka jön neki a vízből, bár amúgy nem tudom, ezt lehet csak én látom bele. Írjátok meg, hogy szerintetek ez mire hasonlít. A mostani seed is különleges lesz, viszont amúgy ez kicsit sokat kell utaznotok, az eddigiek mindig a spawnhoz közel voltak. Ez is egy völgy, aminek a közepén van egy tó, viszont ez a cseresznyefa gyűrű nevet kapta, mivel a völgy tetején ugye cseresznyefák vannak tökéletesen, és ugye ez védi a helyet. Ide lehet építeni szépen a bázis, amúgy ott van a közelben egy falu. Hogyha valakinek tetszik ez a vibe, akkor nagyon ajánlom ezt a seedet, és amúgy itt egy nyíl. Nézzétek, ez mutat valamire. Micsoda? Ilyen létezik a Minecraft. Itt vagyok a következő seedemen, ami a bug sziget. Na, ilyen generálás még nem láttam. Sok bugos meg glitchel seedet láttam, de ez mi? És ez hogy sikerült? Amit, hogy a közepén lett volna mondjuk mépal, és így ki lett volna fülelve onnan a levegőre, és csak a kő maradt meg. Nem tudom, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Maximum ide olyan bázis lehet népteni, hogy ilyen hidakat összekötni ezeket a kis köveket vele, és így na jó, az amúgy menő lenne. Ezt is rátok bízom. Egyébként az összes seed megtalálható lesz a leírásban, és mindegyiket a jelenlegi legújabb verzióba 1.21.1-be teszteltem, viszont a régebbiekben is jó lesz, meg elvileg az újabbakban is, hogyha a jövőben néztek a videókat. Úgyhogy ha más verzióban játszotok, akkor is érdemes kipróbálni őket. Amúgy innen valamiért úgy néz ki, mint egy óriás elefánt, nem? Ott a feje, az a füle, ez meg a orra, talán. Amúgy lehet már csak megint a semmit látom bele. Jöjjön a következő. Következő szíd a gombaimádóként. Nem tudom, hogy ki szereti a gombát, meg hogy mennyire, viszont ez egy óriás gombamező. Tehát itt most elkezdek repülni, felveszem a speedet, nézzétek meg, hogy repülök, és bármerre nézek, csak ez a gombabájon van, ami egyébként tök ritka a Minecraftba. Szóval, hogyha valaki Minecraftozni akar és szereti a gombákat, nem is, hogy szereti. Imádja a gombákat, akkor. Ez a seed neki való. Mi is ott van egy darab fa. Na jó, ezt a fát ezért nagyon tisztelem. Tudjátok, mit tisztelek még, ha megnyomjátok a feliratkozást? A következő egy elég furcsa seed, mert az a neve, hogy rejtett dzsungel. Itt van egy mini dzsungel bajom, és ez a félig dzsungel fajta, tehát ami nincs ilyen nagyon sűrűn benőve, hanem csak így egy-két fa van itt-ott. És ezt mind körbeveszi egy ilyen mangrove mocsár. Egyébként szerintem nagyon jól néz ki, mert ugye előtt a mangrove-nak ettől a kis sötét-zöld vibe-jától, és itt egy ilyen élénk valami van. Na jó, ez amúgy szerintem tök szép. Mondjuk voltak már jobb szídek is, meg valószínűleg lesztek is, úgyhogy nézzük tovább. Na, elérkeztem a sok sikert bro seedhez. Ide spónoltam erre a föld csomóra, és
Nincs egy fa sem, meg egy semmi. Aha, akkor ezért sok sikert, bro, a szín neve. Aha, ott egy shipwreck. Technikailag amúgy ki lehet játszani valahogy a játékot, csak hát igen, sok sikert, bro. Ez a szín nagyon epic lesz. Nézzétek meg, itt egy kis tó, és a feléig ki van terjedve a jég, és ezt a szídet véletlenül úgy hívják, hogy bajom szakadék. Viszont, hogyha fejébe repülök, akkor kiderül mindjárt, hogy nem is annyira véletlen, konkrétan itt ebbe a völgybe van egy bajom szakadék. Mert itt full random, ilyen élesen elválasztódik a bajom, és amúgy szerintem ez nagyon epikül néz ki. Ide is valami teamfightot lehetne csinálni, hogy a cseresztyefa team vs a jég team. Hát ez szokásosan nagyon jól néz ki. Jöjjön a többi. Esőerdő a következő seed neve, és wow! Na várjatok, várjatok, várjatok. Azt hiszem, hogy dzsungeles lesz a seed, mert ugye esőerdő a neve, viszont nem ilyen sötéttől egy erdő, de valahogy ez nagyon jól néz ki. Ez mi? Mióta nézek ki ilyen jól a sötéttől egy erdő? És nézzétek, ráadásul itt középen van egy ilyen völgy, és azért esőerdő a neve, mivel ez körbeveszi egy ilyen folyórendszer végig arrább is, csak nem tölt már be. Hát ez gyönyörű, ez olyan, mintha lefestették volna. Amúgy eddig lehet ez a kedvencem ebből a videóból. Na mindegy, nézzük a többit. Hogyha már volt gombás szíd a videóba, akkor elhoztam nektek egy cseresznyefás szídet is, mivel ebben egy óriási cseresznyefa rengeteg van, de akkora, hogy nincs vége, és szinte csak cseresznyefa van a világban. Tehát, hogyha valaki nagyon szereti ezt a fát, akkor itt kezdjen világot, mert itt bármerre megy, itt nem fog elfogyni. Mert nem tudom, mennyi ideje repülök, ott mondjuk nincs cseresznyefa, ja, de ott is van cseresznyefa még. Legalább elrepültem, hogy 500 blokkot, és még mindig cseresznyefa bajom volt mindenhol. Ó, és a következő seed ismét cseresznyefás. Ez már lehet kicsit sok lesz. Na jó, nem, azért ez egy menőbb seed szerintem. Ezt a Minecraft e-dater, e-boy, e-girl, e-robot, e-valamiknek üzenem. Fel kell repülni ezen a seeden. Szép magasra, már itt be se tölt a látótávolság miatt. A szerelem sziget nevet kapta ez a seed. És nézzétek meg, a cseresznyefás hegyek egy szívecskét adnak ki. Nagyon aranyos meg minden, de nem érünk rá ilyenekre. Megyünk át a következő seedre. Ami a partra vetettek szigete, ez egyetlen egy kis sziget az óceán közepén, van egy kis fa, ez konkrétan egy olyan sziget, ahova egy törött hajóval így ide kerül random az ember. Ez a magányos farkasok szigete. Ha jól látom, még sziget sincs a közelben. Ráadásul a szídekből is kifogytam, úgyhogy ez volt utolsó, köszönöm, megnéztétek, ami voltam, sziasztok!